Na, most jövök egyenesen a PC-kénelből. Hát ma csak ilyen, hogy mondjam, ilyen villámbejelentkezések lesznek, rövid vlogok, mert egyszerűen, hát képtelen vagyok ezzel az izeivel boldogulni, ezzel a laptoppal. Hát semmit nem lehet vele kezdeni. Na hát azon ugye, amit a legjobban tartottam, tönkre ment a videókártya. Úgyhogy megpróbáltam a srácsa azt, hogy hát venni kell egy új videókártyát bele, de akkor az már legyen olyan, hogy tehát amit meg is tudok fizetni, tehát azért pénztárca kimélő, meg is van hónapra, szóval nem lesz egy nagy vasszis, de azt mondtam neki, hogy nekem ilyen játékos elvárásaim nincsenek, tehát én ugye játszani nem szoktam, de viszont videót azt elég sokat vágok, és akkor hát azért ne a gagyi szériából válasszunk már valamit. Most majd utána fogok nézni pontosan, hogy milyen ez, mert mondtam, hogy abszolút nem vagyok képbe a videókártyák ügyileg, és most, na, nekem 30-40 ezer forintom most nincs videókártyára, meg nincs is rá idő, hogy most itten válogassunk, meg gyűjtögessünk, meg ezért holnapra kész lesz a gép. Még azt is megcsinálta volna, hogy ad kölcsön egy ideiglenes kártyát, és akkor azzal én most elviszem, csak nem tudtam volna mivel hazavinni, akkor most taxit kellett volna hívni, hogy hazavigyem a gépet, utána holnap megint taxival elvitetni, hogy az új kártyát berak, akkor megint taxival hazahozatni, hát az nem megy. Most a haver az elvitt reggel, ott kitett, ő elment dolgozni, hazajöttem gyalog, hazasétáltam, és akkor majd úgy lesz, hogy ott maradt a gép, adtam neki egy e-mail címet, telefonszámot, azt mondta, hogy ha véletlen hamarabb elkészülne, mint délután 2 óra vagy 3, akkor fog rám írni egy e-mailt, hogy lehet menni érte a géppel, és akkor haverra megint kocsival elugrunk érte, és már hónap estére, ha minden igaz, akkor már tudok vele rendesen dolgozni, mert ezzel a szutyokkal úgy képzeljétek el, hogy a GoPro-nak a videóját nem tudom megnézni, nem tudom vele lejátszani, tehát elindítok vele egy 1080-as fájlt, szaggat, mint a ménkű. Megpróbálom megmutatni. Már levettem mindent minimumra, ilyen full lebutított Windows van. Itt van a videó, amit tegnap csináltam. Pedig ez kicsi bitráta, és hát lehet benne gyönyörködni, hogy így játssza le. Na, azt mondják itt a fiúk a... csoportba, hogy... kép meg a hang... nem egyet sipolat, köszönő viszonyban sincs egymással. 1+2 rövidet. Ami végé a hibára utat. Szóval ez a 1080-tól ez megtér. De most rányomtam a szünetre, és akkor egy fél óra még az is mire leállítja. Tehát le van pauzolva, az... na, ennyi. Tehát, na, tényleg nem lehet vele mit csinálni. Jó, 4 percen felül van ez a videó, úgyhogy konvertálom, azt töltöm át fel. Ó, meg még ezzel átkonvertálok egy 5 perces videót, és az is egy fél óra. Na, úgyhogy most csak ilyen rövidek lesznek, és akkor hónapra meg már talán lesz normális kép.